Nagy jövő előtt áll a minőségi élelmiszertermelés a vidékfejlesztési miniszter szerint. Fazekas Sándor erről azelőtt beszélt, hogy jelképesen elindította a termelést a felszámolás alatt álló húskombinát csarnokában. Olyan nevezetes termékekkel, mint a gyulai kolbász, a gyulai májas, találkozhatunk a jövőben is a magyar áruházak polcain, a magyar üzletekben, és ebben az önkormányzat, a kormány, valamennyi szereplő az újrainduló vállalkozás munkatársainak az együttműködése jelenik meg. Az üzemlátogatás előtti sajtótájékoztatón Görgény Ernő gyulai polgármester emelte ki a kormányzati támogatás és az önkormányzati cég megalakulásának a jelentőségét. Mint mondta, egy 20 éve tartó kedvezőtlen folyamat fordult meg. Ez a mai nap egy ilyen jeles fordulópont városunk életében, ezért ünnepi külsőségek között próbáljuk megélni, hiszen rengeteg munka előzte meg ezt a napot, rengeteg küzdelem és összefogás volt szükséges ahhoz, hogy idáig eljussunk. Tudni kell, hogy városunkban a rendszerváltozás óta folyamatosan épült le a termelőszektor, egymás után zártak be a termelőüzemek, a gyárak, és ez ellen gyakorlatilag soha nem tett senki semmit. Itt már az látszik, hogyan indult el újra az a gép, mely a páros gyulai kolbászt készíti. Fazekas Sándor arról beszélt, hogy a jelenleg kiaknázatlan orosz piac kitörési pontot jelenthet a Gyulahús Kft. Számára. A cég ügyvezetője Daka Zsolt arról beszélt, hogy bár jelenleg a húskombinát piacainak csak 40%-án vannak jelen, a tárgyalások folynak, és ez az arány akár néhány héten belül 100% lehet. Budai Gyula államtitkár a gyulai termékek értékesítéséről azt mondta, a kereskedelmi partnerek elfogadták a korábbi feltételeket, hiszen a gyulai termékeket nem törölték volna az árulistákról, a szállítások a korábbiakhoz hasonló volumenben folytatódnak. A gyulai húsipar szempontjából különösen jelentős kérdés a sertéságazat helyzete. Horváth István miniszteri megbízott abban bízik, 3-4 év alatt 6 millió sertés lesz Magyarországon. Ez pedig elegendő és jó minőségű alapanyagot biztosítana a hazai húsipari cégek számára.